Nagy hangsúlyt fektettünk az Energiahivatalban a fogyasztóvédelemre. Egy külön fogyasztóvédelmi főosztály működik az Energiahivatalon belül. Személyes ügyfélszolgálatot működtetünk telefonon és e-mailen is elérhetőek vagyunk. Évente több száz fogyasztóvédelmi ügyet vizsgálunk ki, és igyekszünk a fogyasztók, illetve a szolgáltatók számára is megnyugtató módon rendezni ezeket az ügyeket. Fogyasztóvédelmi tevékenységünknek a mottója talán az lehetne, hogy tájékozottabb fogyasztók, kevesebb vitás ügy. Újabb két kiadvánnyal segíti a fogyasztók tájékozódását a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A legújabb fogyasztóvédelmi füzetek a kereskedőváltással és a közműcsatlakozással kapcsolatban felmerülő kérdésekre adnak választ. Az eddig megjelent négy és a most közreadott két újabb kiadványt Zsupán Attila, a hivatal kommunikációs tanácsadója mutatta be a sajtómunkatársainak. Az ötödik részben egy rövid képet adunk arról, hogy egy átlagos fogyasztó, egy háztartás milyen energiaszolgáltatókkal és közműszolgáltatókkal áll kapcsolatban. Ezek hogyan működnek, mi a feladatuk, milyen szerződéseket kell kötnünk velük ahhoz, hogy biztonságosan és gördülékenyen juthassunk hozzá a szolgáltatásokhoz. Ebben a kiadványban hívjuk fel a figyelmet az úgynevezett kereskedőváltás lehetőségére. A jelenlegi szabályozás szerint a földgáz, illetve a villamosenergia területén a fogyasztó megválaszthatja, hogy kitől veszi az áramot, illetve a gázt. A kereskedőváltásnak számos kockázata, de sok előnye is lehet. Hogy valóban a javunkat szolgálhassa néhány liberalizált szolgáltatás, alaposan tanulmányozni kell a szerződések tartalmát. Ennek kockázatosabb pontjaira a hivatal főosztályvezető helyettese hívta fel a figyelmet. Kereskedőváltás során ajánlom a felhasználóknak, hogy mindenképpen olvassák át azokat az üzletszabályzatokat és általános szerződési feltételeket, amelyek a kereskedőknek a honlapján találhatók. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az egyetemes szolgáltatóktól a liberalizált piacra való kereskedőkhöz való átváltás során a felhasználók bizony találkozhatnak olyan feltételekkel, amelyek az egyetemes szolgáltatási piacon nem megszokottak. Ilyen kockázatok például a kereskedőknél kikötött hűségidő, felmondási időnek a intervallumnak a kikötése, a szerződés megszüntetésére vonatkozó feltételek, továbbá a díjszabás és a díj megalapítási időszak. Ajánlom, hogy ezeket mindenképpen olvassák, tanulmányozzák át. A hatodik kiadvány a közművekre újonnan csatlakozóknak szolgál, hasznos ügyintézési ismeretekkel. Egy ingatlan piaci boom kellős közepén vagyunk, sorra épülnek az új ingatlanok, illetve az ingatlanok adásvétele is jelentősen megnövekedett, és előfordulhat, hogy valaki olyan ingatlant vásárol, amelyben nincs meg valamilyen energiaszolgáltatás vagy közmű, nincs víz, nincs villany, nincs földgáz, és későbbiekben tervezi ezt bevezetni. Ebben az esetben ezt az ügyintézést saját magának kell végrehajtania. Ez a kiadvány lényegében kézen fogja a fogyasztót, és végig vezeti azon az úton, azokon a lépéseken, amelyeket meg kell tennie annak érdekében, hogy biztonságosan jusson energiához, ivóvízhez, földgázhoz egy új csatlakozás révén. Az eseményen Szomszéd Tamás, a járási kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályvezetője elemezte a hatósághoz beérkezett közszolgáltatásokkal kapcsolatos beadványokat. A számadatok alapján megállapította, hogy a beérkezett panaszok száma összességében csökken. Megítélésem szerint ez három dolognak is köszönhető. Egyrészt annak, hogy tudatosabbá váltak a fogyasztók, jobban tisztában vannak a saját jogaikkal, talán köszönhető az ilyen tájékoztató kampányoknak és kiadványoknak is. Aztán a következetes hatósági föllépés is okozhatja ezt a csökkenő tendenciát, hiszen a szankcionálás meghozza a gyümölcsét, ha szabad így fogalmazni, hiszen a közszolgáltatók is próbálnak jogkövető magatartást tanúsítani. És a harmadik dolog az, hogy igenis erősödött a közszolgáltatást végzők jogkövető magatartása is. Nógrád megyei tapasztalat még az, hogy a hozzánk forduló ügyfelek összpanaszait vizsgálva mintegy 40%-nyi tesz ki az az arány, amely a közszolgáltatók ellen irányul, és ennek a 40%-nak kb. 30%-a volt a hatósági eljárások következtében, legalábbis ez derült ki, jogos. A sajtóesemény résztvevői beszéltek arról is, hogy hogyan juthatnak a fogyasztók az eddig megjelent és újabb kiadványokhoz. A kiadványok elérhetők a www.mec.hu
energiahivatal.hu honlapon, az energiahivatal hivatalos honlapján, illetve a kormányablakok fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálatain is elérhetők, illetve az energia és közműszolgáltatók ügyfélterében is elérhetővé tettük ezeket az információs kiadványokat.